Az ülői költségvetés idén is körülbelül 25 millió forintot enged útkarbantartásra, kátyúzásra felhasználni. A város több frekventált pontján, így többek között a Hajcsár és a Hunyadi utca kereszteződésében is saját forrásból valósítják meg az útkarbantartási feladatokat. A részleteket az alpolgármestertől tudtuk meg. Az útkarbantartásokban az van benne, hogy a kátyúzás, a patkajavítás, tehát az önkormányzati kezelésbe tartozó önkormányzati utaknak a karbantartására fordítunk egy 25 millió forintot első körben. Természetesen, hogyha ez nem elég, akkor próbálunk a költségvetésből még hozzátenni. Ez el fog indulni rövidesen, az árajánlatokat fogjuk bekérni, és utána, aki megnyeri, akkor a felméréseket megcsináljuk, és várhatóan, úgy, ahogy tavaly is volt, májusban megindulhat a karbantartás. Négy rész lesz, mint eddig is volt osztva a város. És akkor ott az a lakók értesítve lesznek, és hogy mikor történnek azokon a területeken a munkák. De tavaly is volt, hogy először a kátyúkat kivágják, és utána fogják betömni. Tehát erre kis türelmet kérünk abban az esetben a lakosságtól, hogyha a kátyúk ott maradnak egy-két napig, hiszen egy négyzetméterre nem tudnak anyagot hozni, hanem egy nagyobb területet fognak beaszfaltozni, kijavítani. Mellette menni fognak ugye a patkajavítások, patkagödrök betömése. Az útkarbantartás mellett útfelújítási munkát is terveznek. Pályázati forrásból szeretnék az Erdősor utcát korszerűsíteni, amelynek során a házi bekötések és a vízbekötések cseréje is megtörténik majd. Egy új burkolatot fog kapni az Erdősor utca, és a házi bekötések, vízbekötések cseréje is meg fog akkor történni. Erre pályázati úton nyertünk pályázati összeget is, ez körülbelül 75 millió forintba fog a városnak kerülni az Erdősor utca. Ott az is fontos, mert nagyon sok helyen nincs járda, picit ki lesz szélesítve, hisz a domborzat és egyéb viszonyok olyanok, hogy nem mindenütt lehet ott járdát építeni, és biztonságosabb lesz a közlekedés. Ugye úgy fogalmazott, hogy a város négy részre osztották, ez azt jelenti, hogy ez a négy rész, ez a négy terület mind magába foglalja ezeket a frekventált helyeket, mint például ez is a Hajcsár utca, Hunyadi utca sarok. Tudunk még ezen kívül mondani ilyeneket? Természetesen, a Vörös Marti utca, Tompa Mihály utcában van, az állomás túloldalán, tehát szinte minden úton van egy-két kátyú, amit ki kell javítani. Hál' Istennek minden évben fordítunk rá megfelelő összeget, és ha karba tartjuk és odafigyelünk, egyre kevesebb a kátyú. Hát nem ártana mondjuk minden útra egy plusz burkolatot rátenni, de igyekszünk minden évben egy-egy utat úgy megcsinálni, hogy ezzel már fejlődjön ismét a város, és több évig ne kelljen hozzányúlni.